Bámulatos rajtaütést követően 23 főt állított elő a rendőrség tegnap hajnalban, akik közül 21-et azzal gyanúsítanak, hogy részei voltak egy új pszichoaktív anyagokkal kereskedő bűnszövetségnek. Két főt tanúként hallgattak ki. Az akcióban 200 rendőr, köztük a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság munkatársai és a TEG hat műveleti egysége vett részt. Négy megyében csaptak le több mint két tucat címen egy időben. A helyszíneken kábítószer kereső kutyák és a felderítést segítő digitális készülékek segítségével számos bizonyítékot találtak, többek között 6,5 kg kábítószer és új pszichoaktív gyanús anyagot, mérlegeket, örlőket, tasakokat, fegyvereket és 50 millió forintot. A polisz.hu közleménye szerint a gyanúsítottak alkalmanként kilós csomagokban, grammonként 700-2500 forintért adták vették a kristály, hópihe és kréta fantázia nevű új pszichoaktív szert egymás között, amit aztán adagolva már 3-5 ezerért terítettek ügyfélkörüknek. A hálózat tagja volt a bűnügyi felügyelet alatt álló K. Mariusz is, ő üzletelt a legnagyobb tételben. Miután februárban enyhítették letartóztatását, ott folytatta, ahol korábban abba hagyta. A gyanúsítottakkal szemben a további eljárást a ceglédi rendőrkapitányság folytatja le.